Hát valamikor, nem is tudom pontosan, most azért dátumokban lehet, hogy néha kicsit bajban vagyok, de valamikor a 2000-es évek elején ugye bejött a Premier League is Magyarországra, és én azért akkoriban úgy nőttem fel, hogy néztem, minden hétfőn volt gyakorlatilag minden top bajnokságnak egy összefoglalója, és hát nekem az Arsenal miatt, meg, meg úgy gyakorlatilag az egész közeg miatt a Premier League maradt meg. Úgyhogy nekem azért egy óriási álom volt már húsz éve, hogyha valamikor lehetőség adódik rá, akkor szeretnék Premier közvetíteni. Imádtam a közvetítésnél lenni, ez teljesen rendben volt, de hát ott nyilván top bajnokság nem lesz, úgyhogy valamilyen szinten még áldom is a sorsomat, hogy végül így adódott, hogy eljutottam ide, hogy most már Premier League is van. Fogtok hallani, jó esélye, sőt volt már egy meccsem, mert a Newcastle Nottingham Forest-et én csináltam a nyitófordulóból, és hát azért jó esélye lesznek még itt meccsek. Nyilván a nagy többségen állatok van, a közvetít is jók de ez egy csúran cseppen. Ezt akarsz? hallani. köszönjük, hogy is fejeztük a Állatok van a 75 de hogy igen, tehát szerintem nektek aztán pont nem kell megmagyarázni, hogy mennyire jó a Premier league között. És abban dolgozni. De ebből látszik, hogy milyen szóval fiatal vagy, mert én az az első Premier league -el kapcsolatos emlékem, az a 90-es évek közepe, de még lehet, hogy inkább az elejéhez közel. Az MTV-n szombatonként, ha jól emlékszem, de javítsanak ki a kedves kommentelők, hogyha rosszul mondom, az előző fordulónak az összefoglalója ment, és az volt az első ilyen topligás élmény, szerintem itt Magyarországon, uh -huh. hogy akkor meg lehetett nézni ezt az egyébként tök jól felturbozott, ilyen egy órásra meghosszabbított interjúkkal, meg mindennel kiegészített összefoglalót a Premier league -ről. Ugye 92-ben indult, szerintem ott valahol az eleje tájéken lehetett az, mert, mert, még úgy nagyjából emlékszem az arcokra, meg, a, meg az ehhez kapcsolódott. Tehát az MTV volt az első, ahol, ahol volt, még nem MTV MTVA, hanem MTV. De hát, Mi? ez még kicsit más. Figyelmű. Igen. Gondolom várod az első, tehát nem meccsedet. Nekem ez <laughs> nincs olyan probléma, de én azok közé a, szerintem most már nem titok, igen, tehát Arsenal szurkoló vagyok, én nem hiszek abban, hogy valaki nem tudná közvetíteni a saját csapatának a meccsét, mert akkor túlságosan elfogult, szerintem aki ilyet mond, az hülye. Tehát, hogy ilyen nem létezik, és ez, ezért általában egy ilyen felmerülő szurkolói uh, hozzáállás, hogyha vagy kihallatszódik, hogy valami kommentát a valakinek ilyen nem létezik, tehát ez most is szögezik, ilyen nincs a világon. Nincs, meg ez, ez, tényleg olyan, mindig azt szoktam mondani, hogy egy ilyen relé kapcsol az emberben annak a A kommentátor nem... üzemmódban nincsen, hogy szurkol. Nincs, nincs, egyáltalán nem. Tehát ott gyakorlatilag megszűnik a külvilágot, nincsen semmi, csak a mérkőzés. Úgyhogy nekem, én az, azokhoz az arzenál szurkolókhoz tartozok, nem sok ilyen van, akik nem gyűlölik szívből a tatenemet. Szóval nekem azért nincs ezzel baj. Minden, minden pozitívumokat is látom, úgyhogy uh, én, 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 én várok egy meccset is egészen nyugodtan. Jó, akkor Premier league hallunk, hol hallunk még majd. Bundesliga, volt már uh, fantasztikus francia bajnoki mérkőzésem is, úgyhogy hát gyakorlatilag ami a Netflik 4 csoport kínálatában van, ez uh, az összes foci létezik. Mennek ugye az összefoglalók is, úgyhogy uh, úgy van nálunk tulajdonképpen a, a beosztás, hogy mindenki csinál mindent. Jelen pillanatban ez az alapvetés, és ez valahol egyébként egy nagyon-nagyon jó hozzáállás. Azért olyan jogaink vannak, amiért harcolnak az emberek, hogyha lehet így mondani, tehát egy kommentátornak is azért nagyon fontos, hogy közvetítsen Bayern meccseket, Dortmund meccseket, Premier league stb. PSG meccseket, és szerencsére is úton mi szerkeztünk, az úgy intézi ezeket a dolgokat, hogy mindenkinek meg legyen a, feladata minden hétvégén, úgyhogy unatkozni biztos nem fogunk, és mindenkinek jut olyan meccs, amire azt mondja, hogy na, ezen a hétvégén is csináltam valami nagyot. Ez a teljes terjedelem. Magyarország első futballpodcastja, Baumstar Tiborral és Bognár Domával. Vendégünk tehát Lukács Viktor, akivel gyakorlatilag minden bajnokságot felvezethetnénk. Mi mégis most a Bundesligát fogjuk, mert hogy az maradt utoljára, amely már igazából elkezdődött, most már majdnem egy hete pénteken veszük föl ezt az adást, és alakulnak itt az erőviszonyok is de a szokásos bemelegítő kérdésekkel kezdünk. Melyik volt a nyár pillanata? Igazából lehet az is, hogy ö, ami a is a nyár pillanata volt, az lesz itt is. Az, igen, egyértelmű, de nem, ezt nem, nem lehet kikerülni. Az, hogy egy ilyen játékos, aki gyakorlatilag minden rekordot megdönt a bajnokságban, ami létezik, eligazol onnan, és egy, hát tulajdonképpen űrt hagy maga után, de még a bajnok kapcsolatban úgy is fogunk erről beszélni, hogy valójában mekkora ez az űr, nem, nem, lehet elmenni szó nélkül a, a mellett. <laughs> hogy, hogy, hogy Lewandowski elment. Uh, egyértelműen ez a, ez, a, ez a, legnagyobb pillanat. Az, hogy Mané majd mennyire pótolja, az megint majd egy visszatérő kérdés lesz, de, de igen, az, hogy ő elment, az, az egyfelől. Azért volt nagyon szomorú, mert, mert ennek nem így kellett volna történni, szerintem ebben egyetértünk. Az, hogy ment a sárdobálás egymással, hogy Kán is azt mondta, hogy már pedig szerződés köti, és maradj. Én ilyen szempontból egy kicsit a játékos pártján állok. Értem azt, hogy nincs nagyobb futballista, mint a klub, abszolút, viszont aki ennyi mindent letesz az asztalra, és van egy teljesen akceptáltok kérése egyébként szerintem, hogy srácok engedjetek már el a Barcelonához, még fizetnek is értem, jövőre ingyen mennék el, így most legalább kaptak értem 40-50 millió eurót. Én szerintem ez egy, ez egy elfogadható dolog. Más kérdés nyilván, hogy ne, nem tudjuk az előzményeket, de én nem hiszem, hogy ez onnan indult el, hogy Lewandowski rögtön a sajtóban kezdett el üzengetni. Persze, persze, az a furcsa, hogy itt tudólag volt ugye néhány napja ez nagy összeborulás hogy visszatért, adott mindenkinek Rolex órát, meg egy Ferrari, mindenkivel lepacsizott kánnal is, nagyon jó pajtások, ahogy nem tudom, Salihamidzsicsel is tök jobban vannak. Egy pici gyanús, hogy az volt a háttérben, hogy előre gondolkodtak a Bayern vezetésében, és azt mondták, hogy hogyha egy van a szerződéséből, akkor az első pillanattól, sőt a mínusz egyediktől nekünk azt kell mutatnunk, hogy mi ragaszkodunk ehhez a szerződéshez, hogy valami komoly pénzösszeget letegyenek érte. Lewandowski pedig azt akarta mutatni, hogy ő mindenképpen el akar igazolni, és azért nem az utolsó pillanatban jött össze ez az átigazolás. Tehát, hogy még volt idő, a Bayern megkapta, amit szeretett volna, egy 33 éves játékosért, lehet, hogy a világ egyik legjobb, hanem a legjobb csatára, vagy játékosa, ettől függetlenül 33 éves játékosért nem sűrűn fizetnek ennyit. Nem, igen, és hogyha valamelyik csapat van, amelyik ennyire előre tud gondolkodni, és ennyire racionálisan látja a pénzügyeit, az a Bayern München. Tehát ugye az Oktatófilmbe élő, amit 50 éve csinálnak a klub működtetésével kapcsolatban. Nyilván, és egyébként Salihamidžić és Kán sem pont az a két hülye ember, aki ilyenekre ne gondolna előre, az biztos, hogy jól jártak vele. Tehát elveszíteni egy ekkora játékos, az nagyon nagy érvágás, viszont Manét ilyen szempontból bagóért hozták el, a pénzügyi mellett biztos, hogy jól fog így is ezek után kinézni szerintem, szerintem a legtöbbet kihozták ebből a helyzetből, amit lehet, és ugye a Lewandowski helyzet is abszolút érthető, én szerintem teljesen egyértelmű, hogy azért akart elmenni oda, egyrészt, mert gyerekkori kedvenc csapata, másrészt, mert kell neki az alanylabda. Mindenkinek mindegyik új csapata a gyerekkori kedvence. hát igen, csak hogy tényleg volt ez a dumó, igen, a a azért el lehet inni. Igen, ide még egyébként annyi, annyi, kapcsolódik szerintem, hogy Rafael Honigstein, aki az utóbbi időben inkább a Manchester United belső ügyeit ismerte, Rangniknak volt a kommunikációs tanácsadója, de Visszatért az egyik kedvenc podcastomba, és ő mondta azt, hogy ismerve valamennyire a Bayern öltözői dinamikáit, meg, meg azt, hogy ki mit mondott a klubnál, hogy ez egy sokkal mérgezőbb légkör volt, mint amit a, amit a sajtó egyáltalán fel tudott térképezni itt Lewandowski körül. Tehát, hogy hogy Lewandowski már az öltözőben sem volt annyira közkedvelt figura, mint amennyire esetleg azt gondolták volna az emberek. Amit mondtál, hogy, hogy a játékos pártjánál szebben, én kicsit ez elgondolkoztatott ez a dolog, és hogy most itt nagyon az elején járunk a szezonnak, meg majd meglátjuk, hogy ez mire, meg hova fog kifutni, de, de elképzelhető, hogy a rengeteg szerzett gólya ellenére is Lewandowski a saját központúságával már a, a Bayernnél inkább akadályt jelentett Nagelsmannnak, mint, mint, amennyire segítséget Tényleg hozzátéve, hogy az egyébként káprázatos számok mellett. Egyébként nálam is, én gondolkoztam rajta, hogy Lewandowski-t mondja hogy a nyár pillanatának. Nekem egy egészen más pillanat az, ami, ami a nyár pillanata, és ez Allernek a diagnózisa és az utána érkező reakciók, hogy, hogy az egész futballvilág ugye hererákot diagnosztizáltak a Dortmund frissen leigazolt csatáránál, és hogy az egész futballvilág milyen másodpercek alatt háttérbe tette azt, hogy akkor ú, mi lesz a Dortmundnál, meg akkor most ezt hogyan oldják meg ezt a problémát, hanem, hanem mindenki arra koncentrált, hogy, hogy Sebastian minél előbbi felépülést és, és hajrá, és ez mindig olyan, hát lehet, hogy túl patetikus, amit mondok, de ez, ez mindig, mindig, olyan, olyan nagyon jó érzéssel tölti az ember szívét, hogyha, hogyha egyébként ebben az előzleti edes, világban kivétel nélkül minden embernek az a reakciója, hogy itt most semmi más nem számít, csak az, hogy egészséges legyen a -e, játékos. A pillanatra, amikor azt mondtad, hogy ez egész futballvilág, és hogy Hereránk, ugye nekem meg az jutott eszembe Hallerrel kapcsolatban rögtön, amikor ez kiderült, hogy mostanában nagyon sok ilyen eset volt, amikor kiderült egy futballistáról, hogy Hererákja van. Tehát, hogy ez, 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 egyre többször fordul elő, és uh, szerencsére egyelőre azért jók voltak -e, ezek a végkimenetelek, semmi szem -szem -szem személy szerint meg szerintem mindenki azt gondolja, hogy, hogy Hallernél is ez lesz a és térjen vissza minél hamarabb. De tényleg ez, ez, a legfontosabb, hogy senkit nem érdekel az, hogy mikor fog legközelebb pályára lépni. Tehát azok voltak talán a legutolsó hírek vele kapcsolatban, hogy, hogy jó hány hónap múlva fog visszatérni, inkább az, hogy átesette már a műtétel, hogy akkor rossz, rossz indulatú, vagy jó indulatú, amikor kiderült, hogy rossz indulatú, akkor sem az volt a vezetői hír, hogy nem tudom, most öt hónapot fog kihagyni. Így van, mert az, hogy, az, is ég, a... nem, az, hogy, az, nem, az, hogy, akkor gyakorlatilag innentől kezdve mi a következő fázis, üzent a kórházból, hogy rendben vagyok, nem tudom, és ez, ez a legfontosabb. is, most de senkit nem érdekel, hogy, hogy, most akkor karácsony után, mert azt hiszem, az lesz belőle, tehát hogy ő nem fog játszani. Csak térjen vissza ez a Más jellegű sérülése volt, van Florian Wirsnek, de én őt írtam föl, mint nyár legfontosabb pillanat. Hát elsősorban azért, hogy nem mindig ugyanazokat mondja mindenki, de, de nálam ez nagyon jövőbe mutató és euh, szerintem fontosabb még talán a Lewandowski féle történéseknél is, hogy enkunú júniusban 2026-ig, Virc pedig 2027-ig hosszabbított, és euh, nagyon örülök, amikor azt látom, hogy egy játékos tovább húzza egy csapatnál, mint ahogy a mára az átigazolási... Euh, <coughs> pókok, vagy hogy, hogy mondják ezt, ahogy szeretnék látni. De hát az Nkunku NK esetében már... igaz, Vircnél azért a sérülés szerintem ezt erősen befolyásolja ezt a, ezt a szcenáriót. Szerintem amúgy is maradt volna. De, de 27 azért az... Tehát az nem az, hogy, hogy számítok arra. Még, hogy... még 20 millió euró. Nagyjából igen. Szerintem ennek pénzügyi oka van egyértelműen. És egy kicsit egyébként Bellingham is illik még szerintem ebbe a történetbe, igaz, hogy nem szerződés hosszabbítással, de az, hogy ő is maradt még egy évet a Dortmundnál, ahol azért simán Premier league el csapatoknál lenne a helye, de nem, ő maradt még egy évig, úgyhogy szerintem ebbe a történetbe pontosan illeszkedik ő is. Majd kiderül, még lehet, hogy elviszik. Nem hiszem, nem. Na nagyon meglepőd még rajta. Hogy ki lesz az első menesztet edző? Hú, itt több, 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 opció van, és végignézem az egész listát, és, és megnézik. Tehát, hogy Ugye van hasonlóság a tavaly és az idei szezon között, abban a szempontból, hogy megint hét edzőt Össze, igen. igen. csak tavaly ugye az ilyen csapatoknál, most pont az él csapatoknál nem. Ez pedig azt vetíti előre, hogy, hogy azért itt nagy szenvedések lehetnek az új edzőkkel a gyengébb csapatoknál. Ha mégis kellene választanom egyet, én Sandro várcot mondanám, mert, mert nekem még mindig nem, nem tiszte ez a helyet. Beszélgettünk Bólog Tom Tomival a szezon előtt. Én, a, én és, csak miatt nem mondom őt. De én nagyon kedvelem Tomit, és, és Istenem, nagyon jó nagyon jó többször beszélgettünk, és én, miatta én is egy kicsit, kicsit, félek, hogy ezt mondom, de, de szerintem ez a, ez a, projekt ez nem, nem, nem fog működni. Mi a kapcsolat közöttük? Nem Svárc Szeren... és Tomi hát között. a másod Tomi a edzője, igen. Hogy a másod. De De erről nem lemaradtam, bocsánat. <laughs> De semmi gond, semmi van. Igen, szóval ő a másod edzője, és hát ez a Hertha projekt, ez, ez, még, ez még mindig kuka. Most ugye lett egy új klubelnöke a csapatnak, egy törszúrklóból lett nagyon fiatal ember, aki nyilván a klubot tekinti első körben a legfontosabb, de, hogy igen, de Na, hogy már ugye, elnézést, tehát, hogy igen, ez... tehát, hogy a Németországban megvan ez a 50 plusz 1 szabály, és akkor milyen fantasztikus, hogy törzszurkolóban lehetsz klubbelnök, csak hát ez nem feltétlenül a jó is a is racionális, racionális működés. Ez igen, egyébként klubbe, ugye... A... De annak le... mondjuk egészen jó kifejlete van egy előre, tehát ugye az, ott jól működik. Nem bízom a Herta projektben egyáltalán. Igen, ráadásul úgy, hogy óriási jövésmenés is volt, tehát hogy még azt se lehet mondani, de hogy Igen, és akkor ugye pont nálatok mondta Tomi, hogy az lenne a fontos, hogy legyen játéka a csapatnak, ami felismerhető. Sok sikert. Én egyébként egy olyan embert mondok, akivel lehet, hogy meglepetést okozok, bár a bajnoki szerepés alapján nem Oliver Glasnert, aki ugye nem, Európa Liga győztes edzőként távozhat viszonylag gyorsan, hogyha az első menesztett edző lesz, de azért vannak jelöltek. Daniel Farkén elgondolkoztam erősen a Mönchengladbachnál, úgyhogy pályázó erre azért van bőven. Bőven, igen. Én meg egy újabb nyolcadik nevet, Enrico Massent, mert a. Ki volt a, aki a Freiburgba átigazolt, csatár, és ő volt kb. a legmeghatározóbb játékos ennek az Ausburgnak, amikor amúgy is. Tehát mindig ott táncolnak a, a sor végén. Ugye, és valahogy benmaradnak. Hát ők, 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 ugye hajlamosak erre minden egyes gyakorlatilag, mint a fejütöttek a Bundesliga-ba, azt mondom, hogy ősszel borzasztó szarok. Tehát Na, nagyon gyengék. a karácsonyi szünet környékén ott tartanak, hogy szinte mindig kiesőhelyen voltak, de legalább osztályozós helyen, és valahogy nekik a tavaszi szezon mindig jobban sikerül. Én csak ezért nem, nem mondtam volna szent, mert mert hogy ott, ott megvan a türelem ilyenkor. Tehát, hogy attól, mert, mert nagyon rosszul fog kezdő, kezdődni a szezon, az ott nem újdonság. Úgyhogy szerintem abból a szempontból nem kapkodnának. Ez Gregorics, az Gregorics eszembe jutott. Gregorics, ez. Ő, ő az a csatár, akit sikerült onnan elvinni. És ki az, akinek titokban szurkolsz? De most se kimondom, az nem lesz titok. Hát, <laughs> Sok nagyon szimpatikus csapat van a Bundesliga-ban. Ezt meg kell mondjam, nyilván mióta elkezdtem közvetíteni a bajnokságot, azóta figyelem annyira, hogy konkrétan kis és közép csapatokat is meg tudok ismerni egyre jobban. Nekem a Köln borzasztóan szimpatikus csapat. Maga, maga az egész város miatt, amilyen légkör körülveszi őket. Steffen Baumgart a legnagyobb figura, akit én a német futballban láttam eddig. egy rendőrből lett csávó, aki ilyen vezetőedzi a kis svájci sapkáját. Rendőrből lett és nem, nem tudom, hogy lehet kapni egyébként, mert azt hallottam, hogy, hónapokon keresztül hiányzik volt ez a svájci sapka. nem tudom, a hogy már gyártottak újakat, de hogy elképesztő. Amikor elkezdődik karnevál szezon, akkor bejön rózsaszín malacnak az az edzésre óriási figura. Szóval az az egész közeg, ami körbeveszi ezt a klubot, az, az zseniális. Az, hogy most Modest elment, az mondjuk eléggé meg fogja rogyasztani őket, de szerintem erről is fogom majd beszélni. Úgyhogy nekem a Köln, ami egy borzasztó szimpatikus csapat. Hát adná magát a Herta, de nehéz a Hertának szurkolni, még boldog, kiegészítve is. A másik Berlini, az Uniónra Unióra voksolok, Schaefer miatt is, meg hát az, az, nagyon szimpatikus projekt, és borzasztó magasan vannak ahhoz képest, ahova egyébként az emberek várták volna őket, és folyamatosan sikerül emelni ezt a lécet évről évre. Most azt gondolom egyébként, hogy ezen nem feltétlenül sikerül majd még tovább, tehát hogy az azért nincsen benne racionálisan, hogy... Top nincs. Igen, tehát hogy mondjuk Európa Liga után még, még egyet előre lépnek, de az, hogy ott vannak, és az előző évi konferencia a szereplés után most egy Európa-liga menetelésre állítják össze a keretüket, hát az teljesen szűreális. is. Elharagud, Ti, de ott a 5., 6., 7. helyen végzők közül az Unión, ha nem az Unión, akkor a Freiburg fog előre lépni vagy a Köln? Hát, vagy a most feljutott nagyágyuk. Ja, persze. Vagy a Münchengladban. a Münchengladban szurkoló vagy. Igen, igen. Bohum Mondjuk a Bohumnak az... lehet szurkolni egyébként. Nagyon szimpatikus igen, csapat. Az, egy pályán műveltek, az, nagyon... az, az, az mindenképpen. Hát meg az, az, az egyébként ott az a, most, hogy a Sáke is van, van Dortmund, van Bohum, az ott egy gyakorlatilag mennyi, 15 kilométeren belül van a három stadion, igen. és és az, az ott szenzációs, akár melyik, akár melyikkel játszik. Úgyhogy nyilván a Bohum hozzájuk képes, most annak ellenére a Sáke a másodosztályból jön nagyon-nagyon kis hal, de ettől függetlenül szerintem az is egy jó választás. Én a Leipziget írtam, de már megbántam, nem, nem tudok adni erre a kérdésre, azért a Leipziget mégsem még szurkolunk. Hát én kicsit azért ilyen szurkolói lelkületű vagyok, és tudok azzal a fejjel gondolkodni, amivel a többi csapat szurkoló, és megértem, hogyha nem szeretik, hogy egy ilyen háttérrel rendelkező klub ott van a Bundesligában, és továbbra is úgy gondolom, Uh, Honistein írta, hogy, hogy uh, teljesen mindegy, hogyha a Bayern nyeri a bajnokságot, nyerje meg 80 ponttal. A közösség az akkor is közösség lesz, és a német foci szurkolók nem feltétlenül azért járnak ki, mert a csapatuk nyer, hanem azért, mert az az ő közösségük, az az ő szurkolótáboruk, és élvezik az egészet. Bár nem, nyilván nem úgy, mint mondjuk Spanyolországban ilyen karneválszerűen. Na jó, ugorjunk neki. A múltkor kérdeztem a spanyol, nem a spanyol, az olasznál, hogy ki lesz a gólkirály, annyira, annyi jó hm. csatár van. Itt viszont Lewandowski távozása dobja föl nekünk ezt a kérdést, hogy vajon Mané belelép ebbe a gólszerző cipőbe, vagy látunk más csapattól valakit. Adeyemi most megsérült, pedig ő lett volna talán az egyik jelölt, ott van Enkunku, aki tavaly már erősen kopogtatott. Timo Werner. Timo Werner is ott van tényleg, hát akkor mégsem Enkunku fog előni a gólokat kit írtam még föl? Zibacsú. Lehet, hogy, lehet vagy. hogy robban, lehet, hogy Kramaric, lehet, hogy Modest. Erről Erről a is tettem, hogy Kramaricsot kapás volt. <laughs> ha valaki nem, akkor, <laughs> akkor ő nem. Egyébként érdekes, mert ugye a Kiker is így vezette fel a bajnokságot, Nem az, onnan hogy... Igen, nem tehát nem olvasztam. az, hogy ki lesz a bajnok, tehát gyakorlatilag kitér, úgy úgyis tudja mindenki, hogy a bajnok lesz a bajnok, nem, hanem hogy ki lesz a gólkirály. hogy Lewandowski elment, és ez és egy nagyon érdekes felütés, hogy tényleg nagyon sok opciós a helyzet. Én nem tudnék egy játékos kiemelni. Azt gondolom, hogy Zibácsúnak azért ez egy óriási lépcsőfok. Oké, okay, hogy a svájci bajnokság királya volt, és profilban egyébként tökéletesen indik a Bundesliga-ba. Tehát ő, ő szerintem egy ilyen jó 15 gólos Bundesliga-csatár, de egy gólkirály címhez az kevés lesz. A Lipcsénél én azért nem mondanék senkit, mert ott, ott nagyon el szerintem, hogy ki hogy rúdossa a gólokat. Azt, hogy most beérkezett verni, is ebbe a, a támadó gépezetbe, ahol azért mégis ott van még André Silva is, meg az az én kunga, aki tavaly előtt nem tudom, 20 valamennyi volt, ezért nem emelnék ki onnan senkit. A Bayern megint csak egy olyan csapat lesz most ebben az évben, ahol most nem lesz ilyen fejnehéz Lewandowski, -val, hanem hogy gyakorlatilag... Az első öt helyen Bayern játékos lesz. Simán, dolog, tehát ő is. És, és, és mindenkinek lehet ilyen 15 gólos szezonja, tehát Gnabryból is simán kinézek annyit. Mané szintén egészen biztosan 15-20 környékét fog hozni, viszont nem lesz 30x gólos csatár. És akkor még ott van Terodde is, aki például a másik osztályban ugye Bundesliga kettő rekordot döntött a golajéval, de nyilván azért ez egy más kávéház. Modest szerintem teljesen be fog fürdeni a Dortmundon, azt, azt nem, nem látom, hogy ez a házasság, ez hogy működne jól. Úgyhogy egy nevet nem tudnék mondani, sok szereplős lesz, de szerintem most nem lesz, nem lesz egy olyan csatár, aki, aki borzasztóan megszórja magát. Ezt pedig szerintem, hogyha mégis valakit egy kicsit előttérre kellene helyezni, akkor siknek nyitja meg az utat. Én azt mondom. Tényleg, ezt nem is tudom, hogy miért nem mondtam. Ja, azért meg fölírtam, csak azokon a neveken már átugrottam. <hállt> Ugorjunk erről a témáról is, kicsit inkább arra felé tereljük a dolgot, hogy bajnok lesz a Bayern, ne legyenek illúzióink, ez gyakorlatilag kijelenthető, akkor a Bayernnek mi a cél? Gyanítom, hogy a BL-ben azért az nagyon fájó, és az interjúk alapján tényleg nagyon-nagyon fájó, hogy a VRL ellen így kiestek a negyed döntőben, úgyhogy idén rá lehet feküdni a BL-re, ami a Manchester City-nek például nem szokott jól állni, hogyha nagyon ráfekszenek a BR-re. Egy érdekes egyébként, mert másfél hónappal ezelőtt volt egy fogadás, a M4 kiváló szerkesztője a Bodnán Botival, amikor az, az, volt a fogadás itt, hogy akkor most kinyeri meg a bajnokságot. És azt mertem mondani akkor, hogy szerintem, hogyha valamikor, akkor a Dortmund most el tudja kapni a bayern Csak hát akkor még nem volt allerbetegsége, akkor még nem érkezett delikt a bayern aki szerintem nagy fogás. Úgyhogy én akkor azt gondoltam, hogy itt a Dortmund hozhat valamit, már csak azért is, mert a tavalyi szezonnak a nagy része a sérülésekre ment rá, és e, idén szerintem ezzel nem lesz akkor a probléma, de most már egyértelmű szerintem, hogy a Bayern ezt, ezt be fogja húzni. Úgyhogy igen, marad a BL, és ugye az előző szezonban a Villarrealos kudarcot még arra se tudták ráfogni, hogy nincs Lewandowski, mert ugye az előző évben úgy este ki a PSG előn, hogy pont akkor volt sérült Lewandowski, és akkor mindenki azt mondja, jó, hát csak azért estünk ki, mert akkor nem volt Leva, és tavaly nem tudtak miben takarozni és e, Hát ez, ez volt, ami végül meghatározta a összességében Nagelszmár szezonját is, tehát hogy senki nem volt optimista a folytatást illetően, legalábbis nem annyira, mint amennyire kellene, mert hogy a BL-ben egy nem túl nehéznek ígérkező feladatot sem tudtak megugrani. Nyilván azt kell mondani, hogy a bajnokok ligája megnyerése náluk a legfontosabb, de szerintem most most nagyobb esélyük van, mint tavaly. Tehát egyrészt az első éve volt, Nagelsz mondnak betanuló év volt, másrészt, ahogy Tibi már te is utaltál rá, ez igazán, ami neki jó, hogy Lewandowski elment, és nem kell egy klasszikus középcsatára játszania, hanem ö, olyan támadási variációi és opciói vannak, amik ö, tavaly Lewandowski nem voltak meg. És ö, például a Superkupa mérkőzés volt olyan, ahol ö, a tavalyi szezonban nagyjából az volt a helyzet, hogy a támadásoknak nagyjából az egyharmada ment középen. A Superkupa meccsen már ez közel a fele volt, egészen egyszerűen azért, mert Máni sokkal jobban belépett az akciók felvezetésébe, félpályához lépett vissza a labdákért, sokkal megjátszható volt, és egy ezzel kiszámíthatatlan lett a Bayern támadójátéka. Ez a BL-ben is nagyon sokra vihet. Ez hát... egy sarokpont, tehát a, a kiesésnél ugye ahogy Honigsteinnél olvastam, az volt az egyik indok vagy kifogás, hogy, hogy túlságosan egyértelmű lett a Díra a bajnokság, és emellett pont akkor kezdett el próbálkozni Nagelsmann egy 3-4-3-mal, mert hogy Alfonso davis kellett igazából a leginkább meg ott a bal oldallal mókolni, mert a 4-2-3-1, ami egyébként korábban jól működött, az ott valahogy tarthatatlanná vált, és abban is egy kicsit, mintha elbizonytalanodtak volna a játékosok. Most idén se 4-2-3-1, se 3-4-3, hanem 4-2-2-2, amit eddig lát, vagy hát az első két meccsen láttunk, Gnabrival és Manéval elől, és mögöttük ugye Zanénak kellene játszani a bal oldalon, de Muziál annyira jól játszik, hogy egyelőre a két meccsen kiszoríthatatlan. Nem vagyok ebben biztos egyébként, hogy a négy védősrendszerrel fog szavazni hosszú távon. Azért a Lipcsénél is nyilván a három belső védősrendszer és így, hogy Deliftet megszerezték, én, én abszolút látok ebben potenciált hogy Lucas Upamecano-val és Deliktel legyen egy hármas belső védő. Alfonso Davisnek szerintem... Hát vagy ten... akár Pavárral jobb Vagy Pavárral, igen. Pavár is csak, úgy, igen, igen, csak Pavár azért egy kicsit nagyobb rizikofaktor. Meg egyébként a jobb oldali szárnyvédő poszton abszolút túltelített például a Bindadon van négy játékosuk is, azt hiszem. Tehát, hogy, hogy, ez, ez tudna működni, de ehhez kellett Delikt, mert egyébként meg azt hiszem rajtuk kívül, tehát ezen a három, három játékoson kívül egyetlen egy klasszikus középhátvédjük van, a Nian Zoo, aki ugye 20 esztendős, és azért túl sok rutinja még nincsen, és, és azért az egy fokhíjas poszt volt náluk a középhátvéd, de így tud három védőzni szerintem. Csak uh, nyilván Delictnek sem ez a, uh, az a játékforma, amit a leginkább ismert, tehát őt, őt erre még át kellene állítani. Upamecano nagyon jól ismeri, ő ezt tudná játszani, neki ez nem lenne probléma, ehhez, ehhez idő kell de szerintem tudnának így játszani, és nagyon elkanyarodtam, mi volt a kérdés. <laughs> hát ez, hogy, hogy mi lesz belőle egyébként ezt a három, tehát a 4-2-2-2 az első két meccsen, de már Naga ezt ma mondta a nyáron, hogy a 3-5-2 is egy ilyen alternatíva. Hát, hát már a... az a jó, hogy így most tényleg lett egy csomó verziója, amit elől tud játszani. Tehát nem kell ahhoz ragaszkodni, hogy Lewandowski egy fix pont elől, hanem simán tud játszani három csatárral is, ahová Manny gyakorlatilag bárhova ki tud mozogni. Úgyhogy ez, ez, egy, ez egy óriási segítség a pályának. Az biztos, hogy hogy összességében Nagelszmann ennek az egész Lewandowski távozásnak, Mane érkezésének biztos, hogy csak örülni tud, mert mert így nincs lekorlátozva az, az amit, amit ő elképzelne. Sőt, egy hát gyakorlatilag minden Igen. játékos olyan, hogy 8 poszton játszatható. De ezért is érdekes számomra ez a Zani Musiala kérdés, mert hogy Zani az szinte egyértelmű volt, hogy a, hogy a bal oldalon fog és fog játszani, és erre jött Musiala, és nagyon-nagyon jól játszott az első két meccsen. Úgyhogy Nagelsz simán előfordulhat, hogy Szani kiszorul a kezdőcsapatban. Elő, elő, persze. Sőt, hát még az is benne van a pakliban, hogy Szani elmegy. Tehát, hogy azért vele kapcsolatban is pedzegetik, hogy Premier League top 6 csapatok. Hát, a Manchester United ide hozták most a legutóbb hírbe igen. konkrétan. Egyébként én azt gondolom, hogy itt ennek a szezonnak nem is az a legfőbb kérdése itt a bajnoki cím elkönyvelése mellett, hogy a bajnokok ligájában mindez, bár ugye a végeredmény tekintve talán. Ha, ez... Hanem, hogy a kupában? Hát, igen, hogy a német kupában meddig jut vajon a Bayern. Nem, nem, nem mennyire, mennyire sikerül Nagelsz manosítani ezt a, ezt a ebben az évben, mert az előzőben azért azt szerintem nagyjából kijelenthető, hogy nem. Nem, nem, az frik volt egyértelmű, azt, azt, kellett továbbvinni. És, és, akkor innentől kezdve szerintem ez újabb kérdéseket vet föl, hogy ha sikerül Nagelsz manosítani, nem tudom, hogy nem fogom többet mondani ezt a hülye szót, akkor a annak, a címet. annak, mi a plafonja? Mert, mert ezt láttuk, hogy Lipsében mi volt a plafonja, láttuk, hogy Hoffenheimben, mi volt a plafonja? Azért egy Bayernnél, hogy ha ez tényleg működő rendszer lesz, akkor innentől kezdve már lehet azon morfondírozni, hogy ez nemzetközi szinten hova vezethet, mire elég, mert hogy edzői hozzáadott érték lesz, az egészen biztos. Csak az a kérdés, hogy ez az edzői hozzáadott érték, ez nem vesz el az egyéniségeknek a, a minőségéből. Hát láttunk Ö... két nagyon fontos meccset szerintem, vagy nagyon beszédes meccset, egy 6 1 meg egy 5 3 asat Igen, de itt szerintem a másik, ami kulcs fontosságú ebben a kapcsolatban, hogy nagyon-nagyon hosszú idő után, és ez talán furcsa most így kimondani, a legjobb átigazolási időszakot tudta le a Bayern München, mert itt ugye sokat beszéltünk már néről, aki valóban egy univerzális, minden poszton használható játékos a, a sorban, de szerintem Ráfember. jól mondom, mi van, hogy rendesen nem, nem, nem. lehet kimondani. ha valamit szóval, nem, akkor a holland nyelven. Szóval, szó, szó, Raffenberg érkezése, Mazra érkezése, Delicht érkezése olyan mélységet adott ennek a keretnek, és akkor itt, itt jöhetnek tényleg azok az apróságok, amikről már itt beszéltetek Muszialával, adott esetben Zánél, hogyha marad, akkor az ő bal jobb oldali bevetésével, tehát hogy, hogy rengeteg olyan variációs lehetősége van Nagelsmannnak, ahol aztán na most tényleg tobzódhat itt a Van mélysége a keretnek, nem. amivel Igen. korábban volt probléma. Igen, Igen egy tavaly, hét... tavaly, egyáltalán nem volt. De tavaly azért nagyon sok olyan posztja volt a Bayernnek, ahol hogyha kidőlt a klasszis játékos, akkor nem tudták itt berakni. Egyébként megjegyzem, egyetlen egy poszt még mindig van, ahol, ahol nagyon karcsú ez a csapat és ez a kapus. Tehát, hogyha Noé erre megint rájön egy, egy nem tudom néhány hetes sérülés, ráadásul a pillanatban, akkor urájket bedobni, az kész katon. Tehát hogy nem, nem, hogy nem Bayern szintű kapus nincsen úrák, nem, nem Bundesliga szintű játékos. Igen, úgy. csak nagyon nehéz na mögé igazolni bárkit. Hát aki, aki magas jó szintű. lett volna, tehát hogy ő volt egy nagyon tehetséges fiatal kapus. De ott, tehát hát, az, az, sem, egy egészséges folyamat, lehet, hogy a legtehetségesebb lehet. német kapust odaigazolod a cserepadra, és akkor... Igen, de hogy valahogy más nagy klubok meg tudják oldani, hogy azért a backup kapus is egy opció legyen. De, de vannak minden szennyire. Semmi, csak a Noyer kérdése. <laughs> Eszembe te vagy hmm. itt, és Noyerről beszélünk, és ez már alapból egy olyan örömet okoz nekem. Ha még azt is fölhoznám, <laughs> hogy <történt> a <laughs> köztemes Hál' Istennek semmi. Mire <laughs> maradtam? <laughs> hát nem, Legalább sosem, tagadtam, hogy nem volt, nem a kedvenc játékosom Manuel Neuer, de hát... Ö... És ráadásul most a Frankfurt ellen mit csinált? Kinek a pap, kinek a papné. Jó, hát igen, igen. <laughs> Na mindegy, szem, vannak Európában olyan kapusok, nem is egy, aki körülbelül direkt arra van, hogy ilyen második számú kapus legyen, és most nem Keylor nevácsra gondolok, hanem ilyen areolákra, akik, akik nem bánják, hogyha második számú kapusok, és tudják, hogyha van egy, egy sérülés mondjuk, akkor, dérbeugranak, és első számúak lesznek. De, hát a pályán, de nem így van. Az jut eszembe ezzel kapcsolatban, hogy még annak idején ugye Varga Zoli volt az egyik szakértőnk Bundesliga-ban, amikor elindult a digisport, és mesélt egy sztorit egyszer, mindegy magyarországi csapatnál volt, volt edző, és az első edzések valamelyikén az egyik játékoshoz odament, és megkérdezte, hogy melyik az a poszt, amint a legszívesebben játsz, és mondta a játékos, hogy hát neki a kispad leginkább, mert ugyanúgy megkapja a fizetését, és nem sérül meg. mondta, hogy ugye szegény Zolit azt a szíve vitt el, és mondta, hogy akkor kapta élet első szívinfarktusát, amikor, amikor ezt, ez a, meg a válasz, kellett. Hány ilyen van még ma Magyarországon? Na mindegy, tényleg, ne nevésünk, ne, ne, Amúgy az meglepett itt az első két forduló, vagy az első fordulóban meg a szuperkupá, hogy Pavár bekerült a kezdőbe, Mazraouit még nem játszhatja élesben, ahogy Deliktet sem. Azért ez furcsa. Igen, engem is meglepett, tehát Mázra úgy mondjuk tipikusan nem a kis padra szerzőtetett, és, és ott azért az egy olyan poszt, ahol szorult is erősítése a Bayern, tehát hogy, tudtam is, egy Pavard azért nem egy életbiztosítás, ott, ott azért az ő helyén mondjuk Fiola Attila is tudna mesélni, milyen sok keresni valója van az embernek, szóval engem is abszolút meglepett, de itt, itt azért biztosan az is ott van a, a, fejekben, hogy novemberben VB lesz. Tehát, hogy én nem hiszem, hogy függetleníteni tudják maguk, magukat ez alól az edzők sem, ahol, ahol tudod, hogy borzasztó még kereted van, pont ezért igyekszik majd rotálni őket, és ugye a Bayernnél pontosan az lesz majd a helyzet, nem is azt hiszem, hogy 17 játékosuknak van esély arra, hogy ott legyen majd a világbajnokságon, ami messze a legtöbb az egész Bundesliga-ban. Tehát hogy a Dortmundnál meg a Lipcsőn ez a szám, ez a fele annyi. És, és, neki már most arra kell gondolnia, hogy, hogy egyszerűen nem küldhet oda a világbajnokságra úgy játékosokat, hogy addig nem is tudom hány bajnoki forduló fog lemenni, 15 környéke, plusz a bajnokok liával ugye lezavarják mind a hatot, és aztán még elmegy a VB-re, hát ha összeszed valami sérülést, Szerintem De egy ha picit már lesz, WB... is ott van a németek január 20-áig pihennek. Azért az elsőre itt korrektül hangzik meg, a németeknél ugye amúgy is picit hosszabb szünet szokott lenni talán. Hát, ugye a, négyel, az, a, az a, vicc, a vicc, hogy... forduló azért az sokat számít. Igen, de az a vicc, hogy a tavalyi szezonban például, amikor nem volt világbajnokság, akkor hamarabb kezdtek, tehát egy, nem is tudom, hogy án volt most 2022-ben az első bajnoki forduló, úgyhogy engem is meglepett az, hogy, hogy ehhez képest mennyire kitolják, de, de ez még inkább arról szól, hogy hogy a, hogy a német vezetők is felfogták azt, hogy, hogy itt ez egy olyan faktor az évközbeni világbajnokság, ami talán sokkal sérülés veszélyesebb. A játékosokra nézésük nem akarnak kockáztatni, hanem akkor inkább az lesz, hogy akkor adnak neki plusz három hetet, hogy visszarázódjanak a hétköznapi munkájukba. A Premier league nem szóltak erről. Nem, sőt a francia bajnokságnak sem, mert hogy ott is azt hiszem 28-án már forduló van a ligőmben. Elképesztő. Is. spanyoloknál is, ugye? Egyébként van még egy dolog szerintem, ami nagyon fontos, és ez nem csak a Bayernre hat ki, hanem az összes nagy csapatra, de a Bayernre azért jobban, mint az összes többire. Mert van egy nyomás Nagelszmanon, amiről szerintem kevesen meg keveset beszéltek eddig, ez pedig az, hogy ez a német válogatott, amelyik uh, nyilván minden egyes világtornának nagyon komoly esélyekkel megy neki, ez a Bayern Münchenre épül. Tehát uh, értelemszerűen azok a német válogatott aspiránsok, akik, akik ott vannak a keretben, beleértve a jelenlegi helyzetben például zenét is, játszani akarnak, együtt akarnak játszani, és uh, a német közvélemény is helyez ezáltal szerintem nyomást a Bayernre és mara, hogy ezeknek a futbolistáknak minél több percet kell együtt tölteniük a pályán, így Thomas Müllernek, így Neuernek, és így mindenkinek, Kimiknek, akik, akiknek kulcs szerepük van ebben a, ebben a szereplésben mert egész egyszerűen ezt várja el a haza, hogyha, hogyha lehet így fogalmazni. Mondjuk felvetés, játékosoknál nem, nem sok kérdés, hogy játszhatod-e. Tehát, hogyha egészséges, akkor nálgálsz ma a helyében. Igen, de például Müllernél, Müller felvetődhet az a szezonnak egy bizonyos pontján, hogy Muziala játszik többet azon a poszton, ahol, ahol, ő szerepel. Ami egyébként szintén mondjuk a német válogatott érdekét szolgálhatja <laughs> a adott esetben, de <laughs> valószínűleg a német válogatottban mind a nagyon nagy szükség lesz gondolom én, úgyhogy ö, akár ennek is lehet jelentős. Ilyen szempontból mondjuk pont kellemetlen, hogy most német vezetőjegyzője a Bayernnek, tehát mondjuk egy Guardiola nyilván sokkal kevésbé érdekelni ez a történet, Igen. és abszolút nem foglalkozna vele, hogy mi fontos a német válogatottnak, de hogyha jól belegondolok, így, hogy a Bajnokok liga csoport körében teljesen minden milyen kvartetbe fog kerülni a Bayern, úgy gyakorlatnak kell lenni a továbbjutásnak. Az őszi megint csak, hogyha nem velük kezdődik majd a tabella, amikor elmennek a VB-re, az is már meglepetés lenne. Tehát ilyen szempontból tényleg járhat ez a fejében. Csak... Hát meg, bocsánat, Conte mondta azt, és ezt idéztem már az angol bevezetőben, hogy ez az az év, amikor ugye még senki nem tapasztalt ilyet, hogy télen van világbajnokság, amikor a szezon kezdetén sokkal nehezebb lesz elégedetten tartani az öltözőt, mint bármikor korábban. Mert mindenkiben ott fog dolgozni a frusztráció, hogy én játszani akarok. Tehát, hogy főleg mindenki bevásárolt a nagy csapatok közül, legyen keretünk, nagyon sok meccs lesz, nagyon sok sorozat, nagyon sűrű, nagyon hirtelen kell játszani, úgyhogy vannak a 30 meg 32 fős keretek, amikből lesz 10-12 olyan elégedetlen játékos, aki játszani szeretne, mert különben nem fognak kivinni novemberben a világbajnokságra. Tehát szerintem ez egy nagyon, nagyon érdekes, meg egy nagyon-nagyon ilyen vékony mesdje, amin végig kell most egyensúlyozni az edzőknek egész, egész össze. Hát igen, hogyha valahol ez óriási probléma lesz, az tényleg a Bayern, mert ugye a kispadra nem fog odaférni olyan játékos, aki potenciális válogatott kerettak. Tehát igen, a jel és jelen pillanatban ez a helyzet. Pontom azt mondta, hogy és van, van egy másik ötös, hogy játszhatod őt, és akkor elmegy a VB-re. Úgyhogy akkor, akkor meg nem örülsz neki, hogy akkor meg kifacsarják, mint a citromot. Hát igen, nem tudom, hogy ebben, ebben hogy lehet normálisan egyensúlyozni. Pláne Nágyász mondnál, aki nyilván nem titkol célja az, hogy előbb vagy utóbb a német válogatott szövetségi kapitánya is lesz majd ő, és azért biztos, hogy ő ilyen szempontból plusz nyomást érez magán, akár a, a német labdarúgó szövetség vezetésétől is. Ezt is el tudom képzelni, hogy azért leszólogatnak néha nem nem tudom, hogy Mennyi, mennyire működik Julián. ez a, a aria, de hogy, hogy, hogy simán képzelni, hogy azért kap üzeneteket, hogy játszasz már nyilván azt, hogy mennyire veszik komolyan, meg, meg, meg te a... lehet, hogy álmatlan éjszakáig nem lesznek, de hogy azért próbálják presszionálni. Mint a rossz futbolista apukáktól, Julián, ezt a nyolcas be kell tenni az ügyes. Igen, azért, de ebből a szempontból viszont meg tényleg az a jó, hogy hogy tudja arra fogni, hogy ennyi mérkőzésünk van, mindenki megkapja majd a maga lehetőségét, meg azt fogja nekik mondani, hogy jó van, azért nem játszottak annyit, mert nehogy megsérülj előtte is majd pont ezért fogsz a legjobb formában odaérkezni, szóval el lehet ezt ütni nagyon szépen, és elvileg azért Nagelsmann egészen jó kapcsolatot tud kialakítani a játékosokkal, feltéve, hogyha nem idősebb nálam, mint Noyer, vagy az so de, de, szerintem ő azt egészen normálisan fogja tudni kezelni. Fú, milyen izgalmas lenne, hogyha Zane nem játszana a Bayernben, és a válogatottban meg pont fordítva lenne, hogy ott ő játszik. hát ez benne van. van Kipihent. Egyébként. A Dortmundnak volt egy 8 pontos hátránya tavaly, de nem úgy tűnik, mint ez idén csökkenne, sőt, inkább most úgy állunk, hogy nőni fog a két csapat között. Bence, a szerkesztőnk, most már azért remélem ismeritek, küldött egy videót, egy tifós videót, amit érdemes volt megnézni, arról szólt, hogy a Dortmund cserben hagyja a Bundesligát azáltal, hogy nem képes egy több éves tervel előállni, amivel egyszer-egyszer legalább megelőzhetné a bayern és az a 80 pont, amivel ők ö, klopp alatt mondjuk bajnokok lettek, vagy fávra alatt ö, egyszer sikerült, és majdnem bajnokok lettek. Szóval az a 80 pont, az, az most már egyszer sem jön össze. Mennyire értesz ezzel egyet? Mennyire lehet a Dortmundot hibáztatni azért, mert hogy a Bayern ilyen jó? Ebből a videóban volt egy másik zseniális megközelítése ennek a történetnek, és én lehet, hogy inkább ebbe kapaszkodnék, hogy volt az a, az a fantasztikus kis ábra, hogy a Bayern Münchennek milyen bevételei vannak, és mennyi pénzből gazdálkodik, és a, és a Dortmundnál mi ez a helyzet. És aki esetleg nem látta volna a videót, de majd nem, úgyhogy. belinkelitek, úgy, úgyhogy előjáróban annyit, hogy, hogy, azért akkora különbség a két csapat költségvetése között, mint Angliában a Manchester City és az Everton között. Tehát hogy azért ez, ez egy borzasztóan érdekes lehet, hogy az everton nem várod el, hogy bajnok megy, mm legyen, -hmm. mert akkor hatatlan különbség van pénzügyileg, hogy azt nem lehet. Nyilván ennek a lá... Hátszata, ez teljesen más, mert azért a Dortmund is igazol olyan játékosokat, akik, hát azt nem mondom, hogy világsztárok, de hogy potenciális is játékosok, Adeyemi szerintem pontosan ebbe a körbe illik, Schlotterbeck a német foci egyik legnagyobb középhátvéd Züle már bizonyított, úgyhogy itt azért vannak nagyon jó igazolások, pláne, hogy egyébként most a minden igazok több pénzt költöttek el, mint ami bevételük volt abból, hogy eladták Hollandot, ilyen szempontból még kicsit negatív is a mérleg. Szóval az a látszat, hogy a Dortmund egy nagy klub, és tud igazolni, és a bajnokok ligában is legalább a csoportból tovább mennek, holott egyébként meg nagy különbség van a két csapat között. Tehát, hogy, hogy, túl nagy ez ahhoz, hogy, hogy ezt nagyon könnyű lehetne ledolgozni. Ebből, ebből a szempontból pedig érdekes az a felvetés valóban, hogy akkor meg legyen egy olyan terv, akkor ragaszkodjunk valakihez, aki végig tudja vinni. De hát ezek szerint nem találják azt az edzőt. Tehát szerintem a legnagyobb probléma ennek, hogy, hogy hirtelen impulzusok alapján választanak egy vezetőedzőt nem pedig egy, egy hosszasan előkészített kutatómunka után böknek rá, hogy na akkor ez a csapat az, ez az építkezés ő a jó, és a terzis eseté is pontosan erre rálulkodik, hogy aki tavaly elküldenek, mert még mert mégse volt annyira jó beugrónak, köszi, nyertünk veled egy német kupát, tök faszak. Én nem ő... így érzem ezt egyébként, szerintem ők úgy gondolják, hogy ő nagyon jó volt, csak akkor már megegyeztek Rózén. Rózéval, Márkor Rózéval, tehát hogy, hogy terzisnek ott hát, akkor ígérget, csak tehát én azon azon kicsit gördült mosolyra a szám, amikor azt olvastam Bence kis vázlatában, hogy Terzis stílust, arcot tud-e adni a klubnak? Hát ha valamit nem várok Terzistől, akkor az ez, hogy ő stílust és arcot ad ennek a klubnak. Rózétól sokkal inkább gondoltam arra, hogy ez, ez majd összejöhet. És de Terzisnél is... szürkébb, ilyen, ilyen semmit mondó, figura, most itt mindent egybevetve, most nem azt mondom, hogy edző, mert lehet, hogy egyébként ő taktikailag nagyon képzett, de, de szerintem ő neki a karaktere sincsen meg ahhoz, hogy, hogy ő olyan nagyon jól át tudja nyomni. Egy oda való, egy oda, oda illő és nagyon régóta a Dortmundnál tevékenykedő emberről van szó, akit elfogad a közeg, de szerintem nagyon-nagyon komoly tévúton jár a Dortmund, hogyha azt gondolja, hogy, hogy nekik feltétlenül a, létező legkisebb ellenállás irányába kell haladniuk. Terzis kinevezésében én ezt érzem. Igen, ugye régebben az működött, amikor kihalázták a Mindstall feljött szuperedzőket. Igen, ez, 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 hell, ez igen. Nem, nem, nem azok voltak, akik beállnak a sorba. Terzics az. Igen, de hogy tulajdonképpen Tuhel után ez a folyamat, ez így meg is szakadt. Abszolút. Azóta Péter Tőgerekkel, meg nem tudom, be. Fagy Ferencváros nagyot alkotott. Szóval, hogy, hogy azért nem, nem, olyan vezetőedzőket sikerült odahozni. Szerintem azok azóta Tuker De fár után, se volt az, igen. Nem, nem tehát, az, hogy... de még ebből a mezőnyből még ő emelkedett ki a legjobban. Ami egyébként ami... nagyon sok mindent elmond az összes többi vezetőedzőről, aki megfordult igen, a igen, Hogy igen, hogy fávr volt még közöttük is a legjobb. És azért a német piacon megint érdemes lehet körül, hogy körbenézni, hogy van -e olyan vezetőedző, aki mozdítható. Bár akik a, például a tavalyi szezonban kimondottan pozitívan teljesítettek, azok meg nem olyan profilú vezető edzők, akiket a Dortmund állják. Hát egy nem tudom, én egy Jó, Boz... jó, de, de, kölnő, de, de nem miért egy nem tudnál elképzelni? Hát az első szezonja volt nagyon jó, a, a, amikor ugye egészen elképesztő csodával határos módon bentartotta a csapatot, de a tavalyi idényben azért ez a Mainz egyáltalán nem tűnt annyira... Hát a második felében. Hát, de, az de, hogy én, valamiért hát... a szétesett. És... Hát mert... mert nagyon gyenge játékos keretük volt. Most, tehát, hogy... Igen, de hogy eddig az volt ugye azért értek el bármit is a mainz mert ugye a védekezés nagyon jól megszervezte. Aztán tavaszra voltak öt, gólos, egy kapott gólos meccseik is, tehát ott valami nagyon megtört Svenssonnal, ezért vagyok kíváncsi, hogy idén nem lesznek a kiesési problémák például a mainz mert a keret azért mindig gyenge. Szóval ne, nem igazán látom, hogy ki lehetne az, aki Német mezőimből át tudná venni ezt a Dortmundot, de kicsit azért ja. érthetetlen számomra ez a róza menesztés. Tehát, hogy ennyire egyértelmű volt, Igen. hogy őt ki kell rúgni. Mert ő egy olyan edzőnek tűnik, aki nem egy évben gondolkodik. Hanem... Nem, de valószínűleg ő egyszer nem tudta elfogadtatni magát a klubnál. Tehát én ezért mondom azt, hogy itt a Dortmundnál egy olyan döntést hoztak Róze menesztésével, Terzics újbóli kinevezésével, hogy, hogy na legyen akkor mindenki elégedett, nyugodjon meg mindenki, és akkor őt, őt. Én egyébként, tehát most nyilván nem olyan edzőkről van szó, akik már, már valami hatalmasat bizonyítottak, de Bosvenszont, Sebastian Hönest például sokkal könnyebben el tudom lesz, képzelni. Volna, igen, aki, aki, akire azt mondom, hogy oké, okay. Benne az Tehát, ö, Csak akkor igen, úgy kellene megágyazni... vagyunk egyébként a, a, a szintű e, tehetségeknek most a német edzői fronton. De, de. se úgy ment oda, hogy megváltotta a világot egyből. Úgy kell megágyazni akkor ezeknek az edzőváltásoknak, hogy... Hát itt a hosszú távú koncepció. Ez egy hosszú távú projekt, lassan mondom, hogy mindenki megértse a szurkolók közül is, ne várjatok csodát az első évben. Mert így nem lehet, hogy rövid távon egyszer hátha bejön valaki annyira, hogy egyszer megverjük a bayern -t. Lehet, hogy egyébként rózét hosszú távra szánták, nekünk szakandisa van egy jó kis teóriánk, hogy valószínűleg miért küldték el rózét, mert ugye ez nagyon gyorsan végbe ment, véget élt a szezon, gyakorlatilag, nem is tudom, egy vagy két hét után küldte, a szezon Igen. után, addig szó nem volt róla, hogy elküldik Rózét, és nekünk az a tippünk, hogy valószínűleg megnézték az edzésadatokat, megnézték, hogy mi történt a szezonban, és ugye borzasztóan sok sérült volt a Dortmundnál az elmúlt idényben. Tehát ugye Holland is nála volt gyakorlatilag, csak sérült. Előtte nem volt egy sérülékeny játékos egyáltalán, de itt, itt Zagadutól kezdve Holland nagyon hosszú időre idő volt olyan periódusuk, amikor nyolc játékosuk nem volt bevethető, és lehet, hogy ez áll a dolog hátterében, hogy az hogy Ha rajz is benne volt ebben, akkor... Ne, a... jó, nem, rossz az, azért más, más. De hogy lehet, hogy olyan edzés munka volt, ami, ami megterhelte túlságosan a játékosokat, és ez, ez sírülékenyé őket. Jó, erre mondok egy ezt... tippet. A, alkalmazhatok egy új erőléti jegyzőt, vagy, ja, vagy konkrét orvos is támogat, mint az Igen. Az... Há, igen. De, de hogy tényleg nagyon árulkodó volt jó, az, hogy be, hogy Volt verszilsz. egy ilyen szezonvégi egyeztetés, megnézték, hogy mi történt, és utána mondták azt, hogy akkor viszontáltásra. Tehát ott valaminek történnie kell? Nem fogadták el számoló számoló Mert azt mondta, hogy kell neki 150 millió euró, és akkor jó. Beszéljünk a konkrétumokról, mert azért mégiscsak beszédes az, hogy. Emre Csán volt a legtöbbet használt közép -hát mellett ebben az elmúlt szezonban. Most sikerült leigazolni Zülét és Slotterbeket, azért ez minőségi előrelépés. Óriási, tűnik, óriási, óriási előrelépés, igen. Azért a, a fejpárbajait nem is tudom, ami 70 akárhány százalékban nyerte meg, de ami a legnagyobb ö, erénye neki, az, hogy a labdaszerző képessége milyen nagyon jól hittem, Azt hittem azt mondod, Nem azt hogy azt nagyon jól olvassa a játékot, mm uh -huh. jól olvassa, és nem is tudom, a labdaszerzésekben ő volt talán a tavaly Bundesliga legjobb játékosa. Emelé kapott egy olyan zűlét, aki borzasztóan labda biztos, ráadásul ahhoz képest, hogy milyen fizikai adottságokkal rendelkezik. Egyáltalán nem lassú játékos, úgyhogy ez a belső páros nagyon-nagyon jól néz ki, kiegészítve ugye Hummelsnek a rutinjával, ha... Ez egyébként a, a hármas hátul? Igen, bár mondjuk nem tudom, a legtöbb felvezetővel, amivel találkoztam itt a Dortmund kapcsán, Nagyjából ez volt a, a, a központ, hogy ugye Hummels marad, borzasztó rutinos, és kapott maga mellé két ilyen játékost, úgyhogy szerintem nagyjából ez az alapvetés. És hogyha tényleg valahol erősítése szorult a Dortmund, akkor az a közép hátvéd. volt. Úgyhogy én ezért voltam anó optimista, amikor nagyon-nagyon hamar megoldották ezt a Züle és slotterbek transfert is, tehát tavaszi idényben fix volt, hogy ők jönni fognak. És ett, ettől voltam én is optimistább a következő idén nézve, hogy, hogy itt azért tényleg lehet előre lépni. Nem is tudom, hogy 45 gólt kaptak tavaly, ami borzasztóan sok egy papíron bajnoki címért küzdő csapatnál. Ebben, ebben egészen biztosan elő fognak lépni. Támadásban is előre próbáltak lépni, de így azért borzasztó nehéz. Tudjuk, mi történt Allerrel, most Adejem is sérült, meg bár ez nem tűnik annyira komolynak de egy pánikigazolást igazolást így be kellett iktatni még modest Hát igen, Én gyakorlatilag itt ugye olcsó megoldás kellett, mert, mert itt azért 30 millió eurókat dobáltak ki, és ugye például Aller is annyiba került, amit most egyelőre kukázhatnak fél évig, és akkor jött a helyére Modest, aki viszont egyáltalán nem értem, hogy ebbe a játékrendszerbe hogy fog illeni. Tehát a Kölnél azért volt fantasztikus megoldás, mert a Kölnek az volt a játéka, vigyük elére a szélre, és rakjuk be középre, valahol majd érkezik Modest, és befejelített. Nem tudom, volt 10 fejes volt a tavalyi szezonban de te, Dortmund, nem látom ezt jönni, hogy majd hogy ez lesz. Tehát egy, egy aki, aki parádésan lát a pályán, és nem tudom, tehát az egyik legjobb játékos a bundesliga hogy nem látom, hogy ha ilyen játékosod van, akkor hogyan az a luxus, hogy te szélőd belőtt labdákkal próbálsz a szóval... hát ez lesz a vb ig és akkor télen majd vissza kölcsönzik mondjuk a Kölnhöz, valahova. valahova ilyen, ez, ez ilyen, nem tudom, egy ilyen inkább én, annak tűnik, hogy nem működik a játékunk a 70. percben, akkor majd beküldjük Modestot, Modestet, és elkezdjük belövöldözni a labdákat, és akkor majd hát, lesz valami. De nem, nem értem, hogy erre Erről küldjük pikét szükség. középcsatárnak. <gül> Zülét. <gül> Zülét. Na, az a nagy kapufa lesz. Modest, az biztos nagy kapufa lesz. A Leipzig végre nyert egy trófeát, a német kupát behúzták az elmúlt szezonban, maradt ez nagy pozitívum. És érkezett vissza Werner is, Üm, valahol a Dortmund előtt látjuk őket, vagy maradnak ott a harmadik, negyedik helyért folytatott versenyben? A kereterőséget figyelembe véve szerintem már megelőzik a Dortmundot, tehát az, hogy milyen, milyen mélysége van ennek a keretnek, az, az brutális, főleg, főleg ugye a támadósorban, tehát onnan gyakorlatilag változás nincsen. Pugsban, igen. Tehát most gyakorlatilag úgy állnak, hogy van előre ugye André Szilvájuk, van uh, Wernerük, és akkor van még egy Enkunku, Szobosztai, Dani Forsberg, uh, és, és ilyen játékosokkal. Tehát ezek közül hármat a padra ültetsz. És, és ez azért nagyon sokat elmond. Egy kicsit a középálya közepén érzem, hogy őket kiasnak pláne akkor, hogyha Limer elég azon, hogy a Tyler Adams elment, ő, ő, ő volt egy ilyen, hát ő volt a harmadik opció, mert a Camp Limer Duo volt az abszolút kezdő, mióta a van. Ugye próbálkozott ezzel Tedesco, hogy abba a pozícióba visszavonja egy kicsit szobosztait, ami ugye támadás szempontjából jónak tűnik, viszont azért összességében inkább úgy néz ki, hogy Tedesco labdaszerző játékosokat akar, sokkal védekező felfogásúakat, és ez, ez a baj szobosztaival kapcsolatban, hogy ő most ilyen légüres térben mozog. Tehát ebben a játékrendszerben neki nem feltétlenül van meg az a helye, ahol a legjobban érzi magát, ha, ha nagyon előre akar játszatni, ott meg jelen pillanatban egy Nkunku-val kellene versenyezni, aki mondjuk talán még egy picit följebb van, de ha nem is vele, akkor Olmóval, aki, akivel meg a tavaszi szezonban kicsit jobban számoltak. Ettől függetlenül a számai parádések voltak Dominiknek, szóval nem, nem, látom, hogy miért ne játszhatnák őt, de borzasztó erős a konkurencia. Volt itt két sláger igazolás, az egyik Sáver sláger, deszét. a másik sláger ugye ebből a védekező középpályás pozícióba érkezett, ha esetleg ne agyisten, Lime-ert a Bayern elvinni. de benne van a pakliban. hogy megtörténjen. És David Raum, akit nagyon sokat dicsérünk mm -hmm. már az előző szezonban is. Azért ez az egy nagy szerzemény. Nagy, nagy, igen, mert hogy egyébként Áhelinyó is az esetek nagy többségében egyébként jól nézett ki ott a baloldali számvédő de, de azért ez egy minőségi ugrás, hogy, hogy Raumot hozták a helyére, és hogy gyakorlatilag ez egy ilyen helycserelet, mert Áhelinyó meg pont a Hofenheimbe mm. ment, szóval nagyon szépen ezt megoldották. Az biztos, hogy ott óriási <laughs> erősödtek, és eleve a szélsővédő pozícióban is megvannak. Úgyhogy mm. nem, nem, nagyon van gyenge pontja ebben, ennek a lipcsének szerintem az idényben. Tavaly az volt egy gyenge pontjuk, hogy Jesse Marshall óriási hátrány szedtek össze már össze. De nem tett egy hogy kicsit az a kisé konzervatív megközelítésével? De úgy nézett ki, hogy ez a játék működött. Tehát azért a tavaszi szezonban óriási erőlépés volt. Tehát a Bayern elleni meccs is, amit már ugye vele hoztak le, most nem ez a szuperkupa, hanem még a bajnoki, aminek volt itt mindenki egy csapat számára, amikor nem tudom, április elején játszották le. Szóval azért egyáltalán nem játszottak alárendelt szerebben, vagy legalábbis nem annyira, mint, mint az korábban megszokható volt. Úgyhogy szerintem ez a, ez a Tedesco féle játék, ez illik, mert megvannak hozzá a játékosai. Most ugye még bővebb lett a kerete, én nem látom azt, hogy ennek hol van a, a nagyon nagy gyenge pontja. Szerintem simán lehetnek ebben a szezonban közelebb a Bayernhez, mint például a Dortmundhoz. Tehát így, így ez ezzel a Stálerest. A Stuttgart meccs ez furcsán jött ki, mert sok helyzetük volt, de nem tudták kihasználni. Lehet, hogy majd Werner. Ezeket, mint belövjés, uh, akkor. Uh... Egy egy bajnok esélyes. Ső, sikerült a... egy kíméletlen befejezőt igazolniuk. Hát, ő... hát jó mert volt ő az, vagy nem akkor sem volt kíméletlen, de mondjuk befejezőnek befejező volt. De hát. Na, mindegy. Óriási ne beszéljünk biztonszor. arról, ami. 6, Ami mennyire, nyil, 6, 6, tánként, 60 környékén adták el, Hát valahogy ért vették vissza a zseniás. Minden, a lényeg, Minden. hogy nem gyengült a Leipzig, és nem ugyanez a helyzet a Leverkusen-nel is, amelyik nem egy helyen azt láttam, hogy a második helyre ö, pályázik, vagy második helyre jósolták, mert nem gyengült a csapat, és ez megint csak ö, tehát nagyon nagy pozitív. Elment jó. Jó. Sajnos. Sajnos. Ja, nem. Jó, hát szegény csávó, meg három jó meccs talán el lesznek. Nélkül. Lesz majd egy téli igazolás, Virc, ha visszatér, és igazoltak még egy Lozek, Lozek? Zsé, szerintem Zsé, nem vagyok benne biztos, ö, aki igazából sik mellett, mögött tud játszani, vagy akár a helyettese is lehet. Szóval itt azért ö, mélyült megint csak a keret úgy, hogy közben nagyon működik ez a tempós elképzelés, ami ami ennél a Leverkusen nél van. Hát náluk a nagy gyenge pont az a védelem, tehát ez hiába van ott tá, tapszoba, akik egyébként alapvetően nem tűnnek rossz közép hátvédeknek, de borzasztóan sok kapott góljuk van. Nyilván annak is köszönhetően, mert kicsit olyan Bognár is felfogásuk van itt a futballal kapcsolatban, hogy csak rúgjunk egyet többet, is. és, ez nagyon szépen működött, amikor 5-6 gólokat rúgdostak, de amikor kaptak is 5 az már kicsit más, úgyhogy nekik, nekik, itt, itt van, amit még egy kicsit kozmetikázni kell, de náluk az volt volt a tavalyi nagy vízválasztó, amikor egyszer, egyszerre vagy ilyen két hét különbséggel sérült meg Virc, és lesérült Frimpong is, aki a másik legjobb játékosuk volt a, a, jobb oldalon, és ott azért nagyon sokan összeomlást jósoltak nekik, hogy ebből azért még a BL helyekről való kicsúszás lesz a vége, és egyáltalán nem ez történt, mert hogy a helyükre beugró játékosok is azt bizonyították, hogy van annyira bő ez a keret, hogy elég volt egy negyedik helyre. Én nem látok egyébként ebben a projektben többet, tehát egy uh -huh. borzasztó jó csapat, de nem, nem látom őket Lipcse és Dorfunk szinten. Okos, hogy kiestek a kupából itt a Szépen csinálták, igen, az nem kérdés. Lehessen egy, a br meg a bajnokságra igen, ugye. német kupában sokszor előfordul, hogy harmad-negyed osztályú csapatok itt egészen jól elbócskodnak nyáron. Ott például a Diabit fejben nagyon össze kell rakni, tehát hogy nem kérdés, hogy nagy tehetség, és nem véletlenül francia válogatott kerettag, de fejben az azt a gyerek. Tehát egy, nem is tudom, hát hogy... jó, nyilván azért tehát az is benne van, hogy most mennyi 60 milliós címkét aggattak rá, vagy, vagy, ha, vagy körülbelül. A hírek szerint azért ő nem feltétlenül úgy képzelte, hogy, hogy ott marad, mert bejelentkezett érte egy-két top csapat, akik sokalták viszont ezt, a, ezt az összeget. Hát ezt nyilván nehéz kezelni ilyen fiatalon, egy ennyire jó szezon után, ami, amit most kapott. Szerintem. Hát igen, csak Ilyen. hogy már nem tudom, már ősszel is az, arról volt híres, hogy gyakorlatilag akárkiben belerúgott, ki ott volt a környékén, tehát nem is tudom hány tizen valami sárgával fejezte be az idén, tehát egészen elképesztő, mert sokáig vezette is ezt a listát. És oké, okay, ez abból is adódik, hogy ott, amikor van egy labdaszerzés, akkor az első, akinek meg kell állítani. tehát hogy én ezt aláírom, tehát hogy van, van azért egy olyan taktika, amiben neki kell faltolnia, jó, de de fejben még azért nem teljesen okja a csávó. Nekem egyébként, hogyha itt ezt az üldöző hármast, ezt alapvetésnek veszük, mert szerintem nem vehetjük nyugodtan, annak, abszolút, hogy a abszolút. Bayern mögött ez a három csapat, amiről most beszéltünk, lehet ott közvetlenül, nekem edzőben azért a, a Leverkusen a legerősebb. Tehát, vagy legalábbis ott érzek a legtöbb hozzáadott értéket. Ennyire? The one fun, vagy? Én igen. Én őt nagyon, nagyon csíptem már a Young Boysnál is, amit amit csinált, és ő szerintem meglepően hamar sikerült átvinni az elképzelését a Leverkusenhez is. Ugye az előző szezonban kezdődött ez a sztori, és ott már pár hét után azt láttuk, hogy ez Zeoán és Odik ez a, ez a Leverkusen. Hát jó játékos kerete volt hozzá, az biztos, mert azért tempóban abszolút jó megvan ez a már csapat. Meg ez egy izgalmas csapat, tehát ez tényleg jó nézni. Nincs egy ilyen Frankfurt van, utóérzésetek? Nincs. Nem feltétlenül. Tehát, hogy ez az elképesztő tempó, de hogy nincsen olyan uh, szilárd uh, hátsó sora mondjuk a, a Leverkusennek, és ez azért lehet, hogy kupában működik, de hogy uh, egy, egy mélyebben ülő csapat ellen visszaüthet. És a Leverkusen kicsúszik idén a mélybe. Nekem a Frankfurt kellemetlen, inkább kellemetlen stílusú, mint szép és látványos focit játszó. A, a Leverkusen viszont, viszont egy, egy sokkal offenzívebb, szerintem jobban kimunkált támadójátékkal bír. Igen, gyakorlatilag a... négy támadó profilú játékos abszolút, és a két, szíves, a két megtámogatva <coughs> az. nem a bal irányítom múlik minden. <coughs> Mint a Frankfurtnál. Igen. A távozó bal Kossz szélső már. A hát nem még, ha jól tudom, de szerintem ez órák kérdése. Here we go. <coughs> és akkor a Leverkusen mögött négy, vagy három olyan csapat, amelyiknél nem csak három igazából, ne így nézzük, ugye mondtam nektek ezt az Union, Freiburg és Köln, hogy van -e előrelépés, de gyakorlatilag itt az első négy mögött olyan, mint hogyha, és ezt nem is tudom, hol olvastam, hogy mintha a csapatok a kiesés veszélyétől kezdve az Európai Kupaig bárhol végezhetné. Egy igen, de ide kéne becsúszni egyébként a Frankfurtnak. Normál esetben szerintem, tehát jó, most nyilván Kostic távozása, az, az, az szintén egy meghatározó dolog, tehát ha ha ő most nem lesz, akkor nem tudom, hogy őt kivel sikerül pótolni támadásban, kreativitásban, potenciában, mindenben, amit, amit ő hozott az elmúlt években. Ide kéne becsúszni a Mönchengladbachnak. Ha mondjuk a, a Mainz kifog egy jó szelet, mint ahogy ezt megtette tavasszal, vagy bocsánat, ősszel, akkor, akkor ők ide érkezhetnek. A Wolfsburg is olyan, akinek abszolút van, van esély az Európai Kupa szereplése, de itt gyakorlatilag 5-től 18-ig bárki lehet bármi. Azért most nincs két annyira borzasztóan gyenge csapat, mint a tavalyi szezonban volt. Tehát tavaly gyakorlatilag a fürtött a szezon előtt megmondhat, hogy ki fog esni, a Bielefeldet meg szeptemberben. Tehát, hogy azok annyira lefelé lógtak ebből a mezőnyből, hogy egy-két feltámadástól eltekintve nagyon gyenge csapatok voltak. Idén az, hogy a Sáke és a Werder jutott fel, ez egy sokkal-sokkal masszívabb mezőny lett, és most az egy dolog, hogy a Bohum játékos kerete a leggyengébb, de aki látta a tavalyi Bohum hazai meccseket, az pontosan tudja, hogy például a kokáját, ott van a Bayern 4-2, szóval hogy egyáltalán nem az a csapat, akire azt mondod, hogy ő, ő, biztosan ki fog esni. Lehet, hogy mondjuk a tavalyi szezonjuk ennyire jól sikerült. Lényeg a lényeg, nem nagyon van különbség ott a csapatok között. Az tény és való, hogy tavaly azért a Freiburg meneteléséhez, az Union Berlin jó teljesítményhez, és pláne a Köln hetedik helyhez óriási szerencse is kellett. Tehát az, hogy egyszerre legyen ennyire rossz a Gladbach és a Wolfsburg, az, az szinte példátlan. És ez idén nem biztos, hogy meg fog valósulni. Próbáljunk meg akkor x elgetni ki az, aki a felsőházban fog végezni, hm. mert azért nem véletlenül írta az európai kupaindulók közé Bence a Freiburgot. Tehát azért nehéz elképzelni azt, hogy ez a szilárd elképzeléssel működő csapat, ez hirtelen olyan összeomlást produkáljon, hogy akár csak a 14. 15. hely környékig lecsúszon. Neked a Freiburg játéka sem indokolja azt, hogy ők, ők Tehát egy nagyon-nagyon masszív focit játszó olyan csapat, ahol mindenki halálpontosan tudja azt, hogy mi a dolga, hova kell helyezkedni védekezésben, támadásban. Szerintem... Ráadásul Ginter visszatért ugye egy már világbajnok, és még lehet, hogy VB résztvevő játékos. Igen, és nekik az a nagyon nagy előnyük, hogy nagyjából minden posztra két hasonló képességű hmm. játékosukon. játékosuk Ugye ennek volt hát a nem feltétlenül kedvezményezettje Sallai a tavalyi őszi szezonban, hiszen akkor sátét játszották helyette, ami valamilyen szinten érthető volt, hiszen egy saját nevelésű német játékos volt. Viszont Demirovics most elment. Demirovics elment, igen, de ettől függetlenül azért támadó potenciál, mindig jó. mindig csak 20 éves, és lehet, hogy megint az lesz, hogy őt össze többet fogják játszatni, azért grifo rúgásai borzasztóan vett, az egyik legnagyobb fegyvere, ugye a Freiburgnak a pontrugásokba való játék, és ezt azért egyik napra a másikra nem felejtik el. Úgyhogy igen, első felébe abszolút odavárom őket, de ugye a tavalyi szezonban sokáig még a Bélért is mentek, meg ugye kupadöntőznek, én ezt azért nem látom megismétlődni, de de csalódás lenne, hogyha nem lennének az első kilencben mondjuk. Tehát az azért csalódás. Hát ha itt megyünk tovább, Union Berlin, Gladbach gyengülők, azt hiszem, hogy a gladbáknál a legegyértelműbb ez hát, a gyengülés. nálam az Unionnál azért avonnii a, a távozása, aki egy óriási találmány volt. Viszont, az, tehát az, ö, most megint csak egy fordulót láttunk, de Zivácsú nagyon bevált. Igen, tehát alapból én sem látom annyira ezt az Avonnii-faktort nagyon döntőnek. Az tény is való, hogy, hogy, hogy a játék ráépült már csak abból a szempontból is, hogy nem is tudom, azt mondom, 8-9 gólt lőtt úgy, hogy a védők közé kiugratták őt, és az a profil, ez neki nagyon-nagyon jól áll, de Zibácsú szerintem ezt át tudja venni. És ami az igazán nagy erőssége az Unión Berlének, ugye az a középpálya, ahol megint érkezett három új játékos. Séferversé uh, igen, igen. abszolút. Tehát, hogy onnan elment egy, de jött három plusz és uh, mondjuk Schaefer meg az üdítő kivétel a nagy közegben, hogy az Unión Berlin inkább a tapasztaltabb, uh, hát azt hiszem nekik is a legnagyobb az átlag életkoruk az egész bajnokságot figyelembe de 28-30-as játékosok vannak, és ott van Séfer 23 évvel, úgyhogy ő hosszú távon jó lesz. Szóval én nem látom, hogy annyira gyengültek volna. Lehet, hogy a Gladbachnál emboló távozása az nagyobb érvágás és Ginteri hasonló, Ginter? és odahozták fárkét, akit ismerünk a Premier League-ből, de nekem az volt a legmeglepőbb, most tudtam meg, hogy januárban, tehát 22. januárjában ő a Krasznodárhoz ment edzőnek. Igen, de hogy gyakorlatilag ott volt, volt meccse? Fú, azt nem, nem is láttam, nem de, hogy, de hogy el kellett ugye onnan jönni. Igen, ez. Igen. Azért ez szerintem beszédes, hogy ő egy Krasznodár ajánlatot elfogadott, és utána most a Gladbachhoz tér vissza. Hát az is egy érdekes, ugye, hogy nem, ő az egyetlen, akit Oroszországból sikerült lehalászni, mert is, nagyon hasonló, hasonló módon onnan jött, tehát annyi, hogy ugye Daniel Fárkénak csak abból tudunk indulni, amit a amit a Noricsnál láthattunk tőle, mert ugye Dortmund másodedzőként vitték oda, ha jól emlékszem az a vonal elvileg, amit itt beszéltünk, hogy, hogy elképzelt, hogy őket volna a Dortmundhoz. Mert, mert ugye ő még azt képviselte, amit Klopp meg Tuchel Igen. gyakorlatilag. Az más kérdés, hogy a Noriccsal mindig agyon nyerte a championship-et, és utána agyon veszítette a premier Igen, ná, ez viszont érdekes. Annyi van azért nem, nem ugyanaz, mint Kloppék, hogy -e, inkább ilyen labdabirtoklós focit játszott. És ez a Noricsnál emlékszem, hogy nagy probléma volt, hogy, hogy akkor most mi hát lesz a Noricsnál csak problémákra emlékszem a, <gül> az... <gül> a Premier League években. <gül> <gül> Szerintem most a Gladbach-nál is ez lesz, mert hogy előtte volt Róze és Adi Hütter két olyan edző, akik nem, nagyon nem milyen labdabirtoklós focit játszottak. Egyébként a játékos keret, meg hogyha megnézem a teljes Bundesliga-t, abszolút a első felébe tartozik a mezőnek. Tehát, ebben azért van potenciál, meg most attól, hogy elment Embolo, még mindig van türelmük elő, szóval nem, nem feltétlenül néz ki annyira rosszul ez a csapat. Megmondom őszintén, Farke munkásságát én azért eddig nem követtem annyira borzasztóan figyelemmel. Nem tudom, hogy mennyire volt például ez a Noricsnak a sajátossága, mint a Fulemi is, hogy liftezünk folyamatosan, és a az nagyon erősek vagyunk, de a, de a Premier League, nagyon gyengék, ez és ez mennyire edzőfüggő. Farke működhet. Én, én azt gondolom, hogy itt igazából az a csoda, hogy Adi Hütter maradhatott a szezon végéig. Tehát, hogy ami a Gladbachnál történt, amiben beleszaladtak ők, az, az teljesen vállalhatatlan volt. Tehát, hogyha Adi Hüttert november környékén menesztik, akkor senki nem szól egy szót senki, sem. Senki nem, hát én azt vártam, hogy nagyjából valahol ott volt. Tehát ugye Fambon menesztették, azt hiszem a azonban a leghamarabb, de nem sokkal később vártam hűtet is. Hát igen, ott volt ez a 06, vagy nem? Igen, igen. Leipzig igen, igen. ellen, Aztán vagy? Aztán nem... A, a téli szezon első, vagy a fordulás után első meccsén megverték a Bayern München, és akkor lehet, hogy az volt az a, a, minden, meccs, ami, a, a, Bayern ami... meccsek hozták, ugye, mert volt a igen, kupa. Volt, a, volt igen, a... Igen, a... igen, és gyakorlatilag mindegyik, csak hogy lehet, hogy az volt, hogy jó, van, akkor megint megnyert, akkor hogy nézek ki, kirúgunk már szezon közben, amikor háromszor a Bayern egy szezon Úgyhogy igen, az, az tény, hogy nagy, nagy, csoda volt, hogy maradhatod, de az nem vált be az a házasság. Igen, tehát mondjuk Fárke ilyen szempontból viszonylag nyugodt lehet, hogy van, van, ideje alkotni. Hát csak lehet, hogy még egyszer nem lépnek abba a baffolyba. Tehát, ha megint látják, hogy ennyire gyenge a csapat, akkor viszont nem biztos, hogy még egyszer hagyják az egészet. Ennél, ennél sokkal több volt szerintem ebben a Gladbachban, mint ami, ami jött az előző szezonban. Abszolút. Nekem, nekem én nagyon egy kapta fal Wolfsburggal egyébként. De... Hát ott is egy edzőt kéne találni. Igen, és hát a tavalyi szezonban nagyon jól sikerült. Tehát a a Fambófeld, aztán Kófeld is fantasztikusan belenyúltak ezekbe a csodálatos edzőkbe. De hogy ott sincs koncepció, pedig, pedig, az a csapat is azért játékos keretben, tehát egy, egy, Union Berlinnél erősebbek játékos keretben, egy Kölnél sokkal erősebbek játékos keretben, és ehhez képest ilyen 11. helyekre voltak jók az előző szezonban. Nem hiszem, hogy az egymás után kétszer megismétlődne. Hát pedig most pont elkaptam ezt a Wolfsburg Werder nyitó meccset, és a Werder, vagy úgy szerzett vezetést a Wolfsburg, hogy az elején lefociszta a, a a Wolfsburgot, 2-2 lett a vége. Azért szerintem abszolút pozitívan állhatnak hozzá itt a feljutóknál is Sárke, Werder, azon túl, hogy eladtak minden bérletet, ezt mindig olyan jó hallani, hogy minden bérlet gazdára talált, szóval hogy ők is pozitívan állhatnak hozzá, hogy mondtad, azért bőven erősödött itt a mezőny. Teljesen, teljesen, és Azért a Schalke-nél meg a Verdenél szerintem az óriási hosszadék az előző szezonnak, hogy egy borzasztóan kemény Bundesliga a kettőbe jutottak fel. Tehát ott azért az utolsó pillanatokig egy hamburgal, egy San egy Nürnbergel kellett menni a feljutásért. Tehát egyáltalán nem arról volt szó, hogy, hogy a két kiesett csapat ilyen nagyon habkönnyen visszajutottak. És azért a Schalke-nek is azt hiszem a feljutást érő mérkőzése volt olyan, hogy 2 0 hátrányban voltak, és onnan fordították meg a meccset, és azzal jutottak fel. Tehát, hogy azért ezek szerintem tudnak akkor erőt adni a, az élvonalra, hogy, hogy legalább fejben rendben vannak a játékosok. Az, hogy a játékos keret mennyire erősödött, azt mondjuk nem, nem erősödött. Gyakorlatilag egy 10, 15, 15 csere volt a Sálkénál, és 7 a Verderni, 15 új játékos. Igen, de hogy a, a meghatározó játékosok közül gyakorlatilag senki nem. Mert a Sálkén nem ugye Itakura ment el, aki amúgy csak kölcsönben volt a City-től, és ugye ő érkezett például a Gladbachba. Uh -huh. Pótolni Gintert, aki egyébként nem egy rossz futballista, de tehát egy, egy ilyen német középcsapat oda jó. Nem, sáke őt elveszítette, de de nem nagyon volt negatív irányba változás egyik csapatnál sem, viszont tényleg lehetett volna többet várni. Én például vártam, hogy valamelyik csapat le fog csapni, akár mondjuk a Wimmerrel, aki a kiesőbb Bielefeldnél a legjobban nézett ki, és és ő, őt például, én csodálkozom rajta, nem sikerült egyik őknek sem magához csábítania, de én azt gondolom, hogy nem feltétlenül lesz neki kiesési problémáink. Tehát, hogy így, hogy megjárták most a Bundesliga kettőt, ekkor a szurkoló tábor egyszerűen nem engedhetik meg maguknak még egyszer ezt a blamát, és én valahol ebben, ebben, hiszek, hogy hogy ők azért olyan minőségi csapatok, hogy, hogy ez inkább csak egyszerű kisiklás volt, mint hogy most ők ilyen liftezőkké váljanak. Egy utolsó kérdés. Max a ki csapott le, mert ezt nem tudom. De látod, ilyeneket... A legfontosabb kérdés. Nem, nem, nem tudom, nagyon jó. Most megnézed, hogy ki csapott Mindenképpen, le, mindenképpen zárásként, jól. hogy hol a, a, pocakos Max Cruzér. Ez én nem tudom. Jó, de hát egyébként jól. ez a tavasz, amit produkált. Hát meg ugye az Unión Berlinnél is már, nagyon jól teljesített, de, de az, hogy visszamegyek a Volzúra, mert volt egy borzasztóan tehát akkor maradt. Ott maradt, igen. Jó, nem oda. A végét nem láttam a Werdermesnek, az utolsó 15 percre. Jó, bármilyen. akkor maradt. Na, hál' Istennek. Jó, ja, igen. Jóval. 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 Köszönjük szépen, hogy az utolsó felvezetőt velet hozhattuk, és akkor ezzel mi meg is vagyunk, azt hiszem, felvezetőknek, de hát már javában zajlanak a szezonok, illetve a La Liga szériá kezdődik a hétvégén. Nézzétek, mi nézni fogjuk, és az így lesz az egész szezon során, úgyhogy iratkozzatok föl, ha eddig még nem mondtuk volna. Sziasztok si esto